Jó reggelt! Ja, olyan szépet találtam. Még mindig márai, hiszen január van. Akkor is hamar átléptünk a vízöntőbe. A 113-as passzus. Imádom. Arról, hogy mit érdemes, és mit nem érdemes cselekedni. Tollad nem érdemes felemelni. Egy csöpp tintát nem érdemes papírra ejteni. Egy negyed órát nem érdemes életedből arra vesztegetni, hogy olyasmit írjál, ami a tömegeknek és félműveleteknek tetszik. Aminek olvastára felkiáltanak. Ó, igen, mi is így gondoltuk. Amiért érdemrendet akaszt melledre a hivatalos világ. Sok pénzt fizet neked valamilyen irodalmi üzem, és a pénzen szép házat építesz, melyet aztán megtömhetsz ritka tárgyakkal és nemes bútorokkal. Mert ami nekik tetszik, a tömegeknek, az mindig félreértés részükről vagy árulás a te részedről. Ami kitüntetés, az aranyfüst, gyermekes játékszer, és a sok pénz, melyet a világnak tetsző munkáját kaphatsz, a szép ház, melyet a pénzen építhetsz, az mind köt csak. A világerők lehelete elfújja egy napon. Te ne törődj mással, csak a hangon, melyet az angyal kiált felé, mikor munkádra visznek. Imádom rengeteg ilyen írásom. Olvasod, hogy feszülsz. És aztán, amikor kontextusba helyezi az utolsó mondattal azt, amit írja, akkor érkezik. Te ne törődj mással, csak a hangon.